Közel 170 diák érkezett a Tolna megyei úszódiák olimpia döntőjére, amelynek idén a Bonyhádi tanúszoda adott otthont. 90 óta rendezzük itt a megyei úszódiák olimpiákat Bonyhádon. Ezen a napon az általános iskolák első és negyedik korosztályos, tehát elsősök és nyolcadikosok vesznek részt. 24 egyéni számban és 6 váltószámban lehet tovább jutni csak az elsőknek az országos bajnokságra, ami az idén márciusban lesz Budapesten. Úgyhogy nagy a tétje ennek a versenynek, mert nagyon sok jó úszó van, aki csak esetleg század másodperc fog elválasztani attól, hogy bejut-e az országos döntőbe vagy sem, úgyhogy mindenki teljes erővel fog ezen a versenyen részt venni. Ezt a versenyt megelőzte egy város-városkörnyéki verseny. 5 városkörnyéki helyszínről jutottak be ide versenyzők, Szekszárd és városkörnyéke, Bonyhád, Bátaszék és Paks és környéke körzetekből. 2004 óta B kategóriában is szerveznek versenyeket, tudtuk meg a szervezőtől, ami azt jelenti, hogy annak is lehetősége volt megmérettetni magát, aki nem leigazolt úszó. Ami azt jelenti, hogy akik nem versenyszerűen sportolnak, hanem hobbi szinten egyéb elfoglaltságuk mellett választják ezt a sportágat, őket külön vette a Magyar Diáksport Szövetség a leigazolt úszóversenyzőktől. Ez felső korcsoportra érvényes, tehát 5. osztálytól fölfelé, az 1-től 4. osztályig mindenki versenyezhet együtt, egy osztályban a leigazolt, a nem leigazoltal. Úgyhogy itt most nincsenek itt a A kategóriás versenyzők a felsőbb évfolyamokban, azoknak külön csak országos fognak majd rendezni. Először a gyorsúszással fogunk kezdeni, a kicsi fiúkkal kezdve és a 4. korcsoportos lányokkal befejeződve, utána gyorsúszásban eredményt hirdetünk, majd következik ez egy kis pihenő is a egymás után 2 számban úszó versenyzőknek, utána mellúszás, és ezt követi a hátúszás. És végül a nagyon közkedvelt váltóversenyekkel fejezzük be az idei megyei diákolimpiát. Az úszodával rendelkező települések közül feltűnőek a bátaszékiek kiemelkedő eredményei a Tolna megyei mezőnyben. Látszik a műhelymunka, amit Nagy Ákos edző, testnevelő tanár megteremtett. Most 28 diákkal érkeztek a versenyre. Azért mi egy fiatal csapatnak vagyunk tekintetők az úszósportban, hiszen 9-10 éve folyik egy, azt mondom, hogy szépen lassan felépülő rendszer, és az utóbbi 4-5 évben rugunk így labdába a megyei úszósport életbe, tehát én azt gondolom, ha 28 kategóriában csak 5-öt behúzzunk, akkor szégyenkezni valónk nem lesz. A legjobbak március közepén a Budapesten sorra kerülő országos úszóbajnokságon állnak újra rajtkőre.